És már is nagy örömömre szolgál köszönteni itt a stúdióban Kovács Szilárd Ferencet, orgonaművészt, egyházzenészt és pedagógust. Köszöntjük itt a városunkban, illetve hát Gergely Gábort, a Boldogözsib Római Katolikus Plébánia egyházzenészét is. Első kérdésem az lenne, hát már azzal, hogy üdvözöljük Önöket itt a stúdióban, illetve üdvözlöm, hogy lett a trombitából orgona? És szeretném megkérni, hogy akkor egy picit meséljen magáról itt a hallgatóknak. Hát a trombitából nem lett orgona, hanem a trombitát lecseréltem az orgonára. Le is érettségiztem az első hangszeremmel a trombitával, amit a mai napig nagyon szeretek hallgatni. Viszont egész egyszerűen az a repertoár, ami számomra nagyon fontos volt, Bach muzsikája, még hát nem csak Bach, a klasszika is, egy csomó minden olyan mű, ami nagyon tetszett, az úgy tűnt, hogy elérhetetlen ezzel a hangszerrel, tehát nem voltak meg hozzá megfelelő adottságaim. És orgonával pedig azt láttam, hogy ahogy elkezdtem már az első órán a legigényesebb Bach művet tudtam készhez kapni. Tehát minden egyes pedagógiai lépésnél a legjobb színvonalú művel tudtam találkozni. Ez volt a váltás egyik oka. A másik pedig, hogy, és ez abból a közegből vagy neveltetésből adódik, a vallásos neveltetésből, hogy a templomban ugye, amikor ezzel a hangszerrel találkoztam, mindig valami olyan töbletet adott spirituális értelembe, ami úgy éreztem, hogy ennek a hangszernek a sajátja, és szerettem volna ezzel foglalkozni egy élethivatásszerűen. Tehát akkor a hangszerek királynője az mégiscsak az maradt az Ön számára is, hát hogy is mondjam, nem tudom, hogy érzi az ember az ilyet, vagy belülről jön ez, ilyen belső készítés kellett legyen akkor, nem, hogy akkor ezt választotta. És hát ezt is vitte végig élete folyamán, mert hogy rengeteg helyen tanult például, és erre is egy picit kíváncsi lennék, hogy így élete során merre, honnan, miket tudott megtanulni, begyűjteni, a zsákjába elraktározni, mint zenészt. Mint az összes szakmában, régen ezt úgy hívták, hogy peregrináció, hogy egy mesterember, ha megtanult egy, mondjuk egy cipészmester, egy mesternél elsajtott a szakmát, akkor elment egy másik mesterhez, két faluval odébb, vagy két várossal odébb, vagy egy másik országba. Ez ugyanúgy igaz a zenész szakmára is. Mondjuk ma már nem kell annyira vándorolni, mert az internetnek köszönhetően egy csomó olyan felvétel elérhetővé válik otthon az ember szobájából is akár, amiből nagyon sokat profitálhat és tanulhat. De persze azért azt se felejtsük el, hogy olyan hangszereken játszani, amik a darabok autentikus megszólalásához szükséges, tehát stílus hangszereken, ahhoz viszont menni kell, mozdulni kell, mert észak-német orgonát csak észak-német területen találunk, ilyenekre gondolok. Értem. Tehát jelenleg most itt három funkcióban van jelen, mint egy három az egyben, mint orgonaművész, mint egyházzenész és mint pedagógus, és ezekre szeretnék egyenként egy picit kitérni, mint orgonista. Ön szerint mi teszi különlegessé az orgonát, és miért hívják a hangszerek királynőjének? Mi a különlegesség ennek a hangszernek? Ez csak szubjektív módon tudok rá válaszolni. Számomra, ami talán kiemeli a többi hangszer közül, az a transzcendens jelleg, hogy a hang felett nincs időkorlát, addig rendelkezünk a hanggal, ameddig szeretnénk, addig szólaltatunk meg egy hangot, tehát semmi más hangszeren nincs így, mert egy vonós hangszernél, vagy egy fúvós hangszernél embernek elfogy a levegője, vagy a vonója, tehát kell egy lélegzetvétel. Ez persze orgonán is kell a zenei tagolás miatt, viszont ha egy olyan zenét szeretnénk játszani, ami teljesen meditatív és időtlen, akkor azt is meg tudjuk tenni, hogy van is egy ilyen kifejezés, hogy orgonapont. Ez azt jelenti, hogy egy mély szólamban rendszerint a pedálba, a darab elején jellemzően ezek a 17. századi pasztorál tételek így születtek, vagy így működtek, hogy az orgonista letette a lábát a darab elején mondjuk egy C hangon, és akkor 3-4 perc után váltott a G hangra, és akkor vége volt a darab, vagy fordítva. Ez semmilyen más hangszerrel nem lehet megcsinálni, hogy egy ilyen idődimenziót megteremteni. Ez gondolom a sajátja. Most nyilván nem ezért választottam ezt a hangszert, ez csak egy szín, vagy egy lehetőség a sok közül. Ahogy mondtam, a repertoár, az orgona irodalom az, ami engem nagyon-nagyon megérintett, hogy olyan kincses bánya, ami most is már jó pár éve játszom ezen a hangszeren, de úgy látom, hogy ez kimeríthetetlen. Uh-huh. Milyen jó ezt hallani amúgy. A Pécsi Székesegyház orgonáján játszik, hogyha jól tudom, igaz? És az a kérdésem, hogy ez az orgona mitől más, mint a többi? Hogy erről is egy picit a hallgatók itt a környékünkön tudjanak meg pár dolgot. Uh-huh.
Ez az Opus 100-as angszarorgona eredetileg, 1800-as évek végéről, tehát 19. század végén épült. És aztán több átépítésen esett át, jelenleg kétszer akkora, mint az eredeti hangszer volt, SIP szám tekintetében. Így manuál 82 regiszter, tehát egy nagy hangszernek mondható. Nagyon nehéz lenne ezt így definiálni, miben más, mint a többi orgon, mert minden orgonának a jellemzője, hogy más, mint a többi. Ez nem úgy készülnek ezek a hangszerek, mint mondjuk most a trombitát tudom mondani, egy B-trombita, azért mindenhol nagyon hasonló, tehát ugyanannyi billentyűje van, ugyanolyan csőhossz, most lehet, hogy különböző márkáknak vannak egyéni megoldásaik, de alapvetően nagyon hasonlóak, és a hasonló dolgokat lehet rajta játszani. Most orgonánál, mivel az egy adott akusztikai környezetbe és adott fizikai paraméterek szerint születik, tehát mondjuk egy templomban lehet, hogy nagyobb a karzatod, a nagyobb orgonát be lehet építeni, és egy ugyanolyan méretű másik templomban kisebb a karzat, akkor ezt át kell hidalni az orgonaépítőnek, és egy kisebb hangszerrel kell megoldani hasonló hangtömegérzetet. Tehát nincs két egyforma hangszer. A pécsi hangszernek talán ez az egyik legnagyobb értéke, hogy hangszer kezenyomát viseli a mai napig. Még úgy is, hogy hát nagyon erősen át lett építve. És hogyha jól tudom, akkor még Magyarországon az az egyetlen orgona, amiben egy különleges szerkezet is található. Igen, van benne egy giotin viccet félretéve. Egy visszajátszó rendszerrel rendelkezik az orgona. Igen, ezt el is felejtettem, és ez egy nagyon fontos dolog. Elsősorban turisztikai szempontok szerint most nyilván misén nem használjuk, tehát amikor szentmise van, én bemegyek és orgonálok. Miközben meg lehetne csinálni, hogy az énekeket előre fölvenni, és akkor ha tudnánk előre, hogy milyen hosszú lesz mondjuk az áldozás, amit nem tudunk, akkor be lehetne nyomni egy gombot. Énekelni nem tud az orgona, tegyük hozzá, tehát azért mégiscsak szükség van a kántorra. Viszont az a dolog, hogy jön egy turista csoport és meg szeretné hallgatni az orgonát, és akkor nem fülhallgatón egy felvételről kell, valóban a sípok szólnak, és nem kell állandóan startra készen ott állni az orgonisták. Ezt nem is tudjuk megoldani, mondjuk beszállingozik egy csoport, és 5 perc múlva játszunk 5 percet, mert itt ilyen időkről beszélünk. Akkor erre egy nagyon jó alternatíva, hogy benyomják, ez úgy hívjuk, hogy gépi orgona, de ennek csak annyi a gépi része, hogy amiket feljátszottam darabokat, azokat egy az egybe ugyanúgy, ugyanazok a sípok szólalnak meg, egy számítógépes program segítségével ugyanúgy nyomja a billentyűket, mint hogyha ott ülne egy orgonista. Tehát tényleg az orgona szól. Ez tényleg egy egyedi dolog. És ez valamilyen szinten nem zárja ki, vagy nem szorítja háttérbe magát az orgonistát? Vagy az igen, nem kell arra gondolni, mint az ipari forradalom idején, hogy a munkások verték szét a gyárakat. Nem, mert természetesen, ha valaki egy fél órás, negyed órás koncertet kér, az nem ezt fogja megrendelni. Az persze, most is úgy van, hogy akkor leegyeztetik, és akkor bemegyek nagyon szívesen játszani. Megjegyzem, pillanatnyilag ez az egyetlen ilyen orgona, én is úgy tudom, de Debrecenben most épül egy a Szent István templomban egy hangszer, egy átépítés, és ott is lesz ilyen visszajátszó rendszer. Tehát, hogy ez valószínűleg ott egészen más célra, nem turisztikai célra, hanem a kántornak az az igénye, hogyha van ott egy hangverseny, akkor ő ezt ilyen módon meg tudja majd örökíteni. Azért, mert akkor, ha beleegyezik az előadó, akkor úgy tudják felvenni, hogy azt ő bármikor meg tudja hallgatni a templomban az orgonán, mint hogyha ott lenne az előadó. Tehát ez is egy nagyon érdekes felhasználási terület. Igen, és úgy veszem észre, hogy elég jól kezd terjeszkedni ez így Magyarországon, tehát bevált dolog. Hát most azért még ez csak két hangszer, és mondjuk reméljük azért, hogy... Hát azért elkezdődött lesz több is szerintem. Nem biztos. Mert mind a kettő más igény. Az egyik az turisztikai, és ez is egy egyedi dolog. Szóval nem hiszem, hogy ha valaki erre akarná építeni az életét, hogy visszajátszó rendszereket épít orgonába, akkor ebből stabil egzisztenciát lehetne teremteni. De ez így jó. Ez mint lehetőség, hogy fennáll szerintem ez így. Így igaz. Hogy látja ön szerint, mennyire értékelik, vagy szeretik magát az orgonát, az orgona hangot az emberek, hogy mennyire becsülik meg, vagy mennyire, hogy is mondjam, így figyelnek rá, vagy hasonló. Mennyire szeretik? Hát én szeretem a hangját, hogy az emberek mennyire szeretik. Hát az a tapasztalat azért, hogyha a mise után az ember játszik egy darabot, vagy egy improvizációt, akkor szoktak bent maradni, ha nem is mindenki, de van, akinek hallgatja. Ez valószínűleg azért van, mert tetszik neki a orgonának a hangja. A liturgiában is egy olyan szerep jut az orgonának, ami nagyon fontos. Így mondom most, hogy hézakpótló bizonyos szempontból azok a liturgikus mozgások, amik csendben történnének,
azok az űrök, liturgikus űrök, azokat kitölti az orgonista, és annak is ott helye van, az fontos, hogy ilyen szempontból is kompakt legyen a szertartás. Talán szeretik. Aha. És olyan szempontból, hogyha nézzük az egészet, mennyire érdeklődnek például fiatalok, vagy picivel idősebbek orgonaépítés iránt. Azt tudom, hogy Budapesten lehet orgonaépítést tanulni, hogy ez miből áll, és vajon mennyire érdeklődnek, mekkora az érdeklődés iránta? Hát szerintem ugyanannyikora az érdeklődés iránta, mint bármely más kulturális terület iránt. Tehát nincs leszakadva tulajdonképpen az orgonaépítés a többi kultúrmissziós területtől. Igen, Pesten a Zeneakadémiának van egy orgonaépítő tagozata, ez egy szakképzés, de most is van például egy pécsi hallgató, aki aztán a gyakorlatot Pécset, a pécsi orgonagyárba végzi, tehát csak feljártásra bizonyos alkalmanként. Tehát erre azt mondom, hogy vannak fiatalok. Lehetnének többen is, de örüljünk annak, ahányan vannak. Így van, és viszik tovább akkor ezt a, viszik a úgymond mesterséget. Mint egyházzenész, szervesen kapcsolódik az egyházzenész és az orgonista szerintem egymáshoz. Nem nagyon tudunk külön beszélni róla. Ön szerint az egyházzene milyen irányba halad? Itt most magyarság szempontjából beszélünk egy picit. Szerintem nagyon jó kezdeményezések vannak. Elsősorban arra gondolok, hogy próbálják a különböző legújabb kiadványok a gregorián zenét elérhetővé tenni a teljes hívő közösség számára. Megjelent a közelmúltban két magyar nyelvű kiadvány is, az egyik a magyar Graduale, a másik pedig a Graduale Hungaricum, amelyek a teljes egyház évet lefedik változó részekkel. Én azt mondom, hogy ez nagyon örömteli dolog. Tapasztalatom is az, hogy ezeket, amikor bevetem a szentmisén, akkor éneklik és szeretik a hívek. Örülnek is neki, hogy nem mindig ugyanazok az énekek jönnek vissza, hanem végre van egy kis változatosság. Ugyanakkor könnyű énekelni számukra, 100%-ig bibliai szöveg, tehát vegytiszta. Nem az, hogy most valakinek volt egy valamilyen érzelmi állapota, és leírt valamit, ami vagy jó, vagy nem, hanem tényleg a Bibliát énekeljük ezzel. Úgyhogy ez egy nagyon örömteli dolog, és igazából erre kell tekintenünk, hogy hát hogyha ez fog majd nagy teret nyerni, és tényleg ilyen módon az egyházzene úgy újul meg, hogy a régi hagyományokra építve, tehát nem úgy, hogy a múltat végképp eltörölni, azt nem szeretném. Tehát akkor, ha már a változásoknál tartunk, akkor, vagy változtatásoknál, akkor ön szerint a gitáros egyházi zene, az mennyire fér bele? Így van-e hely a liturgiában? Ebben egy elég határozott véleményem van, tehát a gitáros zenének szerintem az evangelizációban lehet szerepe, meg nyilván van, akit ez megérint. Én itt azt az egyéb problémát, a liturgiában én azért nem emelném be személy szerint, és ezt egyházzenészként mondom, tehát nem liturgikus szakemberként, mert szerintem az a típusú zene, ami bárkit megbotránkoztat, vagy bárkiben ellenérzést vált ki, és ebbe a szórakoztató zene beletartozik, azt át kell gondolni, hogy az egyetemes jelzőnek megfelele, mert a liturgikus zenének egyetemesnek, tehát hogy azt mindenki fogadja el. Olyat még nem hallottam, hogy mondjuk a Veni Creator Spiritus Hymnus, szóval valaki megbotránkozott és azt megzavarta volna az áhítatában. Ellenben, amikor dobbal és gitárral, meg nem tudom én, egy ilyen hangosabb dolog a szentmisébe, az viszont már láttam olyat, hogy azt valaki nem bírta végighallgatni, mert őt ez zavart. Értem. Ön, mint újító, változtató, ön is vezetett be nagyon sok dolgot. Mik a visszajelzések így a hívektől, vagy a hallgatóktól, vagy azoktól, akik szeretik a mise utáni improvizációkat például meghallgatni? Nem vagyok én olyan nagy újító, meg nagy változtató. Igazából csak foggalkörömmel próbálok ragaszkodni azokhoz az értékekhez, amelyek vannak is, amit létrehoztak mások, és amit megörököltünk. Ez az identitásunk része is, úgy gondolom, a nemzeti identitásunk része is, de a katolikusságunk része is. Most, hogy ezzel kapcsolatban mi a vélemény, másokat kéne megkérdezni, hogy ez mennyire elviselhető, amiket én játszom. Nem fogynak a hívek. Ennek örülünk. Akkor már ez is egy pozitív visszajelzés. Hát ez is valami, igen. Mint pedagógus, hogy látja, hagyományos vonalot követve lehet-e oktatni a fiatalokat, vagy inkább igénylik az újat, a frissítést? Nem tanítok csak felsőfokon, tehát így nincs nagyon rálátásom. Picit van rálátásom a lányom kapcsán, hogy a középiskolában milyen típusú zenéket hallgatnak, vagy mivel foglalkoznak.
úgy látom, hogy teljesen más gondolkodású generáció, ez jól van így, mi is máshogy gondolkodtunk, mint a szüleink és előtte is, tehát ezzel nincsen probléma. Az egyetemistáknál úgy látom, hogy elég jól terelhetőek, nyitottak sok mindenre, ennek nyilván meg lenne a veszélyes, de hogyha jó dolgokat mutatunk nekik, akkor arra nagyon hamar ráéreznek, hogy igen, ezt kell folytatnunk, ez a megfelelő nyomvonal. Hogyan tudja ezt az add meg uram, de rögtön felfogást a fiataloknál egy picit áthidalni? Mert ugye nem mindegy, hogy egyből megy az a fuga például, vagy egyből lehet egy akármit komponálni 2 másodperc alatt, vagy pedig azért meg kell szenvedni. Ezt hogy tudja ön valahogy áthidalni, megoldani? Igen. Kicsit visszatérnék az előző kérdés, hogy a egyházi könnyűzenére. Most az egyházi könnyűzene ezt megadja. Mert az azonnal megy, veszük a Tesco-ba a gitár, bocsánat. Ez. másnap ugye mi egyházzenészek vagyunk. Mert tehát azt a 3 akkordot, ami ennek a műfajnak a produkálásához kell, azt pillanattal lehet sajátítani. És ez tényleg nehéz, mert nem egyenlő a verseny. Az a típusú gondolkodás, hogy erőfeszítést kell tennem azért, hogy én valamit elérek, vagy azért, hogy Isten dicsőítsen, vagy egyáltalán az életben, hogy bármit létrehozzak, ezt kell megerősíteni, hogy az, ami már maga az erőfeszítés is élményszerűvé váljon. Tehát az, hogy én gyakorolok, az ne egy rögös út legyen, hanem annak minden pillanatát, ha ki tudjuk élvezni, még hogyha ez fáradtságos is, akkor tud egyenlő lenni a verseny. Meg azt kell látni, hogy bár munkába kerül, és egyébként a krisztusi tanítás is ezt mondja, Krisztus sem azt mondta, hogy kövessetek engem, nagyon könnyű lesz. Azt mondta, hogy hát gyerekek, itt van ez a 10 parancsolat, nem is ő mondta, ugye az Ószövetségben is megmondja, hogy ezt azért be kéne tartani. Nagyon kényelmetlen, ugye? De ezért valamit kínálunk. Ezért valamit kaphatunk, egy jobb életet, egy jobb emberiséget kaphatunk, hogyha minél többen így gondolkodunk. Természetesen. Önnek mik a tervei, mik a következő projektjei? Most egy liturgikus orgona gyűjteményen dolgozom. Johann Sebastian Bach Orgelbüchlein gyűjteménye az, ami a minta. Ez egy 45 korából álló korálciklus, melyet Bach végül is ő se fejezte be. És ez a 45 korál a minta arra, hogy ezeket a feldolgozási típusokat, amiket ő azzal a céllal írt, hogy az előszóban benne is van, hogy mintát ad arra, hogyan kell kidolgozni egy korált, ezeket most katolikus énekekre rá szeretném tenni. Ez 2021-ig van egy pályázat, aminek a keretében belül ezt teljesítenem kell, szóval ezt muszáj ezt megcsinálni. Hozzáteszem, hogy nagyon élvezem minden percét. Hát akkor nem is muszáj. Csak ugye az idő tényező, hogy ki kell szakítani erre időket, de tényleg egy nagyon izgalmas munka. Sokat tanulok is belőle. És ezek ugye nem katolikus, hanem protestáns anyagról beszélünk, mert ez evangélikus gyakorlatban ment, de tegyük hozzá, hogy azóta már változott annyit a katolikus liturgia, hogy nálunk is bejöttek a népénekek, már nem csak gregoriánt énekelünk. Tehát a nép énekeltetése, mi most már ugyanott tartunk, mint mondjuk abban az időben az evangélikusok, tehát ez egy fontos szegmens a liturgiának. Akkor ehhez kapcsolódóan szerintem ezek a legjobb minták, ami a protestánsoknál bevált. A holnapi koncertre milyen programmal készül, milyen darabokat hallhatunk, majd orgona darabokat? Hát egy teljesen vegyes műsorra jöttem, lesz benne sláger is, mint például a Bach D-moll tokáta és fugája. Ez lesz ugye a legismertebb, lesz ebből a bizonyos Orgelbüchlein projektből is játszom 4 darabot. Ez is egy érdekes dolog, ez biztos, hogy nem hangzott még itt el, mert ezek nem is publikusak. Úgyhogy egy vegyes műsor, lesz saját darab a végén, egy sorti, lesz Pachelbel, lesz Reinken, tehát mindenféle, és lesz még liturgikus darab is lesz, egy Frescobaldi Kyrie, amelyben a kántor úr fia fog énekelni, csak még nem tudja. Jaj, de jó. Ezt most akkor így a rádióban meg. Hát akkor most már hivatalos is. Igen, még ezt majd meg fogom rá kérni, hát reméljük elvállalja. Hát így egyik napra a másikra valószínű, de azért... Nem, itt is közismert a darabban. Együtt elénekeljük. Hát én nagyon örülök, hogy itt volt, és pár szót tudtunk váltani, és megköszönöm Gergely Gábor kántor úrnak, hogy ezt a lehetőséget megadta nekünk, illetve hát önnek is, hogy elérkezett ide hozzánk. Kántor úr, azt kérdezném meg, hogy mi volt ennek a koncertnek az inspirációja? Hát először is, hogy honnan inspirálódtam, az Szilárd már mondta az elején, hogy az internet adta lehetőségekkel, én is éltem. Ott kattantam rá, úgymond a művész úrra,
és ott követtem egy jó ideig, és vettem a bátorságot, hogy írtam neki. Persze nem volt előre olyan lehetőségünk, hogy koncertezzen nálunk, de mivel az is megadatott ebben az évben, hogy a Boldogözsép templomban orgonát cseréltünk, és egy olyan orgonát sikerült áthoznunk Németországból, ami koncertre is alkalmas, így akkor már megvolt a lehetőség, hogy el is jöjjön hozzánk. Ő először is a felkérésemre igent mondott, akkor is nagyon meglepődtem, mert utána studírozva a munkásságáról úgy láttam, hogy nagyon tehetséges, ismert, stb. És akkor elcsodálkoztam, hogy egyben igent mondott. Ez látszik, hogy az alázat is, ami a művészeknél nagyon fontos, nála is ez megvolt. Úgyhogy itt sikeredett elcsalnunk, úgymond Kézdivásárhely, de előzőben még annyit el kell mondanom, hogy a fiamat onnan ismeri, Gergely Zsoltot, hogy a nyáron kántorképzőn volt Pécsen, amit a művész úr szervezett, ő a vezető ennek a kántorképzőnek, és ott találkozott két hétig Zsolttal, tehát ő most is találkoztak, de tényleg, hogy Zsolt nem tudott erről a dologról. Meglepetés. Kántor úr, hogy ha már van egy ilyen jó orgona kézdén, akkor valószínű-e az, hogy még lesz ilyen orgonakoncert sorozat például? Igen, tehát a plebános úrral, amikor terveztük, és persze az egyháztanácsot is benvonva eldöntöttük, hogy egy új hangszer lesz. Természetesen előre új hangszerbe, tehát vadonat új hangszerbe gondolkodtunk, ami nagyon költséges lett volna, és olyan hangszerben, amin lehet orgonakoncerteket is adni. Ezt a hangszert, ahogy átépítettük, természetesen olcsóbb, de mivel német országban készült, és nagyon jó állapotban volt, és most is az átépítés után nagyon jó állapotban van, tehát úgy volt tervezve az egész, hogy orgonakoncertek is legyenek. Egyelőre évente 4 orgonakoncertben gondolkodunk, ősszel 2, meg tavasszal 2. Az idén már volt az orgonavaton, amikor a Pap Zoltán orgonaépítőnek a fia játszott. Egy rövidebb orgonakoncert, ez a második, az idénre ennyit terveztünk, de jövőben már annyit el tudok árulni, hogy tavasszal lesz 2. Az egyikre már meg is van a pontos előadó, esetleg ha ismerős másoknak is, Potyó István, kolozsvári kántor és orgonista és tanár. Hát én ennek nagyon örülök, őszintén megmondom, meg annak is, hogy ebben a kisvárosban elindulhatott egy ilyen sorozat, és ebből majd még lesz, még fog nőni. És annak is nagyon örülök, hogy itt voltak ma mindketten, Kovács Szilárd Ferenc orgonaművészt és Gergely Gábor, a Boldogözsi Plébánia egyházzenészét hallhatták. Kedves hallgatóink, egy nagyon kicsit kicsúsztunk az időből, na de hát annyi baj legyen, nem minden nap történik ilyen. Kívánok a holnapi koncertre sok sikert és nagyon sok hallgatót, illetve hát egy, hogy is mondjam, tartalmas itt tartózkodást. További szép délutánt kívánok, kedves!